Tisztetek, köszöntöm kedves nézőinket a Hívízi Televízió Háttér című műsorában. Rendszeres műsorprogramunk az, hogy Midőn Hévízváros képviselőtestülete összeül, rendes üléseiről beszámolunk döntés után című műsorunkban. Nos, augusztus 14-én rendkívüli ülést tartott a Hévízi képviselőtestület. Ezekről nem igazán szoktunk beszámolni. Az, hogy most kivételt teszünk, annak komoly oka van. Nyilván itt élünk mindannyian, mindannyian pontosan tudjuk, hogy milyen hátrányos helyzeteket okozott a koronavírus. Ezekre a hátrányos helyzetekre, a városszintű nehézségekre reagált képviselő képviselőtestülete a rendkívüli ülésen. De hogy ez pontosan mit jelent, arra engedjenek meg egy egymondatos idézetet Pap Gábor polgármester a testületi ülés után egy közleményben. Azt írta a hívizmost most abban a helyzetben van, hogy megszorító intézkedéseket kell hozni és felvállalni. Ezt azért szerintem mindannyian sejtettük a részletekért, polgármester úrhoz fordulunk. Köszönöm szépen, hogy itt van. Köszönöm a lehetőséget. Ugye a, beszélgetünk mi már itt a Hévizi TV stúdiójában is az eredetileg módosított költségvetésről néhány hete, néhány hónapja. És akkor elhangzott egy olyan ígéret, hogy ezt a költségvetést folyamatosan felülvizsgálja a testület, az önkormányzat, mi vált be belőle, mennyire tudja egyenesbe hozni a város szekerét. Ez történt most is, gondolom. Igen. Ö, gyakorlatilag ugye az elmúlt hetekben a testületülést megelőző, a mostani testületülést megelőző hetekben, illetve azt a korábbi ö, költségvetési felülvizsgálat. Közötti időszak, ez, e, azzal telt ez a jó pár hét, hogy e, gyakorlatilag napi szinten e, egyeztettünk az intézményvezetőkkel, átnéztük az intézményeket e, a kollégákkal a hivatalban, elsőben a pénzügyi, gazdasági oldalról, e, személyzeti oldalról, átnéztünk minden intézményünket. Ugye, ahogy mondtuk, gyakorlatilag Hévíz városában 235 ember dolgozik az önkormányzat különböző intézményeiben. Ebben benne van a Tasi-tól, azon belül az idősek otthonától, a OVODÁN, a bölcsődén keresztül, a GAMESZ, a polgármesteri hivatal, és még kisebb egységek, művelődési intézmény, turisztikai nonprofit Kft sportkör, és még sorolhatnám, hogy hol tudunk olyan fajta racionalizálásokat, olyan pontokat találni, ahol tudunk racionalizálni, hogy pontosan fogalmazzak, illetve mik azok a feladatok, amiket össze tudunk vonni. Átnéztük természetesen azokat, hogy az elkövetkező időszakban kik lesznek olyan kollégák, akik nyugdíjba mennek, milyen álláshelyeket nem kell betöltenünk, mert ugye vannak általában ezekben az intézményben szabad álláshelyek. Szóval mondhatom azt, hogy, hogy hegyire végig kellett mennünk erre, és ott persze az intézményvezetőknek, akik a konkrét intézményt vezetik és együtt dolgoznak azzal a stábbal, az ő véleményüket is erre kikértük. Tehát született egyfajta irány, az irány pedig egyértelműen az volt, hogy racionalizálnunk kell, látunk egyfajta összeget. Az az összeg, ez egy, ez egy kiesés, negatív összeg. Ez közel 950 millió forint az idei évre. Láttuk természetesen azt, hogy mik vannak tartalékaink, milyen projekteket tudunk adott esetben el, elhalasztani, vagy adott esetben azt mondani, hogy most ezt nem csináljuk meg. Látjuk a meg elnyert projektjeinket, amiket meg szeretnénk csinálni, tehát ahol pályázati forrás nyertünk, és azokat hagynánk el természetesen elsősorban, amik önerős beruházások voltak. Szóval ez egy bonyolult és aprólékos munka, és ez tényleg azt kívánta, hogy napi szinten állandóan ezzel foglalkozzunk, és mellette természetesen vinni kell azokat a meglévő projekteket, amiket amikről én is tettem, amiket viszont szeretnénk megvalósítani, mert elnyertünk különböző pályázatokat, de hát ott is vannak összegek, amiket hozzá kell rakni. Tulajdonképpen nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy iszonyú kényszerhelyzetben van Hévízváros önkormányzata, hiszen ez a 950 millió forintos költségvetési kiesés, ez hogy úgy mondjam, az önkormányzat aktív részvétele nélkül történt meg. Ez olyasfajta bevételkiesés, ami ugye a turizmus elmaradásából származott, és az államháztartási intézkedések során keletkezett támogatás, elvonás volt tulajdonképpen. Tehát gyakorlatilag meg kell próbálni, hát hogy mondjam, úgy 100 métert futni 10 másodperc alatt, hogy egyébként bék jó van a lábunkon. Sőt, ez, ez ennél, ennél még mondhatnám azt, hogy rosszabb, hiszen nem az, csak az idei év költségvetéséről beszélünk, hiszen látjuk azt, és tudjuk azt, hogy itt már gyakorlatilag a 2021-ről, sőt már 2022-re is gondolnunk kell, hiszen látjuk azokat, a, azokat az összegeket, amiket a város nem kap meg. És a gyakorlatilag onnan indult az egész dolog, ugye, hogy az egyik ugye nagy bevételi forrás az idegenforgalmi adó, amit befizetnek a vendégek adott esetben, és azután az állam egy forint támogatást nyújtott eddig minden egyes településnek. Tehát minden egyes forintra nyújtott egy forint támogatást. Ezt ki lehet gyorsan számolni, az elmúlt években 500 és 530 forint között volt az idegenforgalmi adó per fő per éjszaka, amit a vendég befizetett, és ezután az 500 kötőjel 530 forint között, éppen melyik évben mennyi volt, még egyszer ugyanennyit adott az állam. Na most ezt mindig utólagosan fizetik ki, tehát a rendszer az úgy működött, hogy két évvel később kapja meg az önkormányzat a keletkezett idegen adóját. Tehát amit 2018-ban teljesített záros önkormányzata, nagyságrendileg 1 millió 200 ezer vendégészakát, azt akkor felszoroztuk ugye 510 el az egy bevétel jelentkezett konkrétan az önkormányzat kasszájába, és még egyszer ugyanennyit kapott Tehátán gyakorlatilag az államtól. Ez, ez nagyjából ez egy 650 700 milliós forint. És ezt kaptuk volna meg idén, amivel természetesen 2020. februárjában, amikor még nem volt vírushelyzet, akkor ez a költségvetésünkben szerepelt természetesen plusz bevételként. Na most kiderült ugye, hogy ezt a 2018-as bevételt, ezt már nem kapják meg az önkormányzatok, sőt az is kiderült, hogy a 2019-et se kapják meg, tehát amik 2019-ben keletkezett, és jövő évben Ezt kapnánk 21 meg, 21-ben nem, azt sem kapjuk meg, és gyakorlatilag ez az idegen forgalmi adó, kiderült, hogy ide év május 25-én ez a támogatás, tehát a plusz egy forintos támogatás, ez nem szerepel az országos költségvetésben, tehát megszűnik. Tehát ettől a pillanattól fogva nekünk ez a 650 kötőjel 700 millió, mert hát azért emelkedett a, a vendégészaka a szám folyamatosan az elmúlt 10 évben. Ez kiesik a jövő évi költségvetésből is, és az azt következő költségvetésből is, utána pedig nem lesz többet, tehát ezzel nem lehet kalkulálni. Most ez egy nagy összeg, hiszen ö, ö, tudjuk azt, hogy a város költségvetése körülbelül 3,2-3,3 milliárd forint azon költségvetése, ami effektív a város fenntartására, az intézmény fenntartá, intézmények fenntartására, a marketingre és egyébekre e, fordítódik, vagy fordítottunk, tehát ezzel kellett már alapvetően kalkulálnunk, ez pedig gyakorlatilag mondhatom azt, hogy ez egy 25-30 százalékos e, kiesés, ami, ami, ami sok, tehát ami, ami sok, én azt gondolom, ha mindenki végig gondolja, és hát mellette pedig ott vannak azok a fajta kalkulálható, nagyjából kalkulálható kiesések, hogy a vendégszám eleve kevesebb, tehát a bázisbevétel is kevesebb, hiszen kevesebb vendég van a városban, és kevesebb turista van az egész országban, hiszen a külföldi turisták száma elmaradt, a belföldi turisták száma növekedett, de nem tud annyira növekedni gyakorlatilag, hogy elérje a fő összeget, vagy ezt a fő számot, inkább így fogalmaznék. Tehát ezzel is kalkulálni kell, és az mellett kalkulálni kell, hogy természetesen a vállalkozásoknak is a bevételei csökkennek. Tehát ipari üzési adó, és sorolhatnám még azokat a bevételeket, amik úgy szintén a negatív oldalon vannak, vagyis a serpenyő azon mérlegében van, amelyik a, a, a negatívumokat hozza, és ehhez kell, viszonyítanunk, ehhez kell kalkulálnunk, nem csak már az idei évet, hanem a jövő évet is, és az adkövetkező következő évet is, tehát be kell rendezkednünk egy másfajta struktúrára, és azon kívül természetesen, hogy ezt az ember úgy tudja megoldani, hogy, hogy Megkeresi azokat a lehetőségeket, racionalizálásokat és egyebeket, amivel ezt el tudja érni. Ez mellett természetesen meg kell találni esetleg azokat a, azokat a pontokat, ahol bevételeket tud növelni az önkormányzat, és lehetőség szerint ne olyan bevételnövekedésekről beszéljünk, amivel a lakosságot terheljük agyon, tehát nem biztos, hogy mindenáron új adókat kell kivetni hanem lehet, hogy csak azokon kell módosítani. Ugyanígy át kell gondolni a marketinget, hova költünk, a programokat, mindent gyakorlatilag apróságokból áll össze ez az egész történet, de erre a dologra be kell rendezkedni, mert ez így lesz. Tehát ez az elkövetkező időkben is így lesz. És hát természetesen arra a szcenárióra készülünk, és azt számoljuk, hogy gyakorlatilag a legrosszabb változatra készülünk ilyen módon, mert azért ez mellé azt gondoljuk, és arra számítunk, és az miatt is lobbizunk természetesen, ami úgy szintén a munkának egy fontos része, hogy kapjunk adott esetben különböző olyan támogatásokat, vagy ne talán olyan pályázatokat, amivel a város fejlődni tud, mert a fejlődés sem állhat meg, mert ahogy korábban is itt fogalmaztam ebben a stúdióban is, egy 22-es csapdájáról beszélünk, hiszen abból élünk, hogy a vendég jön, abból élünk, hogy a vendég pénzt költ, eh, ahhoz, hogy pedig a vendég jöjjön, ahhoz a város fejlődése nem állhat meg, a várost szinten kell tartani, mindenféle szempontból a lehetőségekhez mérten, legyen az program, legyen az marketing, legyen az város... Tisztaság legyen az a város fejlesztése, különböző pontjainak fejlesztése. De ez pedig csak ebből tud keletkezni, tehát a szinten tartás az, az a minimális feladat, és ehhez kell megtalálni azt a, azt az irányt, azokat a, azokat a lehetőségeket, hogy ezt meg tudjuk valósítani. És elhangzott egy olyan mondat az én számból, vagy akár a közleményben, amit. <tosz> nagyon sokan félreértettek, vagy félre magyaráznak, vagy direkt félre magyaráznak. Ezt én őrájuk bízok, és ezen nem kívánok vitatkozni. Ez a mondat úgy, ha úgy hangzott, hogy ha külső szakértőtre bíznánk ezt a dolgot, akkor ez nagyon egyszerű lenne, mert hátra az önkormányzat és a képviselőtestet, hogy nem vállalja fel ezeket a fajta feladatokat. Hiszen ezekben a, ezekben a feladatokban vannak igen kellemetlen olyan ö, lépések is, szükségszerűek olyan lépések, ahol a munkahelyek szűnnek meg adott esetben, vagy támogatások csökkennek le, vagy megszűnnek adott esetben támogatások. Ez a külső szakértő arra vonatkozik, hogy gyakorlatilag egy ö, település esetében ö, az, ez azt jelenti, hogy kijön gyakorlatilag kvázi egy csődbiztos, és a csőd biztos azt mondja, leül az asztalhoz, bekéri a papírokat, és megnézi azt, hogy mik az, egy önkormányzatnak meg vannak adva, hogy mik az, az, önként vállalt feladatai, és mik a kötelező feladatai. Kötelező feladat az óvoda fenntartása, étkeztetés, könyvtár nyitva tartása, és sorolhatnánk még egy-két dolgot, amire különben állami normatívákat is kap az önkormányzat, de ugye az állami normatívákat, azt lakosság számra kapják a települések, és Hévíz ugye abban a helyzetben van, hogy mi egy 4700 lakosú település vagyunk, erre kapjuk az állami normatívát, de a város fenntartása annál fogva, hogy itt ennyi vendég van, és olyan fejleszt, fejlettség van ebben a városban, ez sokkal nagyobb, tehát a normatívák nem takarják be gyakorlatilag egyértelműen semmilyen kötelező feladat elvelátását itt, mond, gondolok itt mondjuk a szociális szférára, vagy akár az óvodára, ez nem takarja be, vagy az étkeztetésre, mert mondjuk a könyvtárra, hogy egy egyszerű számot mondjak, a könyvtár fenntartása, ami kötelező egy ilyen településen, arra kapunk 6 millió forintot évente állami normatívát. Most ezt jól kiszámoljuk, ez a 6 millió forint, ez gyakorlatilag másfél-két embernek a, 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 bérét uh, és, és a uh, járulékait takarja be, tehát abból még hol van a, a, könyvtár rezsie, a fejlesztése, vagy adott esetben több ember foglalkoztatása, mert egy, egy másfél emberrel nem tudjuk ellátni ezt a feladatot. Uh, ilyenkor ide jön egy szakértő, vagy hívjuk akár csődbiztosnak, vagy bárkinek, aki leül az asztalhoz, az és azt mondja, hogy na akkor mik a kötelezően vállalt feladatai, ezeket megtartjuk, az összes többi, ami nem kötelező feladat, hanem önként vállalt feladat. Ez legyen a GAMESZ, legyen a művelődési intézmény, legyen az egy csomó minden olyan feladat, amit mi programokat szervezünk, a marketing és egyebek, arra azt mondja, hogy jó, hát ezekre az emberekre, mivel nem kötelező az önkormányzatnak ez a feladata, ezt meg kell szüntetni, ezeket az embereket el kell bocsátani, ki kell fizetni nekik a, a végkielégítésüket, ha jár nekik, rendezni kell velük mindent, és jó napot kívánok. Ez egy két nap alatt elintézi, három nap alatt elintézi valaki, ez így működik. Na most mi ezt kerüljük el gyakorlatilag, vagy ezt szeretnénk elkerülni ezzel a fajta munkával és ezzel a fajta gondolkodással, hogy ez ne ez valósuljon meg, hanem, hanem, hanem találjunk más irányokat, ami mondom nem egy kényelmes helyzet, mert egyik oldalról ez egy óriási nagy munkával jár, de hát ezt vállaltuk, ezért kapjuk a fizetésünket, ezért választottak meg bennünket, és hát igen, a politika, a várospolitika az ilyen. Ezeket a kényelmetlen, kellemetlen döntéseket is fel kell vállalnia akár egy polgármesternek, egy képviselőnek, és mi úgy döntöttünk, hogy természetesen azt gondoljuk, hogy ezt igenis kötelességünk, kutya kötelességünk felvállalni, még ha ebben kapunk kellemetlen kritikákat, jogos vagy jogtalan kritikákat, vagy olyan megjegyzéseket, amik nem állják meg a helyüket, és elindulnak különböző pletykák, ezeket próbáljuk természetesen kommunikálni, elmondani az embereknek. Van, aki ezt érti, van, aki ezt nem akarja megérteni, a tények azok tények isten igazából a számok azok nem hazudnak, és ezek mentén tudunk azt gondolom szinten maradni és újraépítkezni. Ha hát, utaljak vissza egy korábbi beszélgetésünkre, ez május végén, június elején történt, körülbelül amikor kiderült a forrás megvonás, akkor már előkerült a csődbiztos, mint példa, mint esetleges. Igen lehetőség. Én, ha jól emlékszem, akkor ott ugye arról volt szó, hogy a polgármester úr által is említett 230 önkormányzati dolgozóból a csődbiztos gyakorlatilag sec perc alatt 80-at. 80 85-öt. igen. és akkor el tudna valahogy navigálódni Hévíz az év végéig. Kétségtelenül a a testület, a munka lényegesen nehezebb és lényegesen felelősségteljesebb módját választotta a megoldásnak, saját maga keresi a kiutat. Most tegnap a, a módosított költségvetésben milyen kiutat talált, milyen megoldásokat talált a testület? Gyakorlatilag a mondanám... 80 főről már nincs szó. Nincs szó. Eee, azt mondhatjuk, hogy az idei év kiesését, ezt a kb. 960 millió forintot, ezt a már megoldottuk ilyen módon, tehát az idejével tudjuk úgy zárni, hogy, hogy tartalékainkból és egyéb intézkedésekből ezt a 960 millió forintos idei kiesést ezt meg tudjuk oldani. <kül> és ezt látjuk a jövőévi költségvetés, az, az még egy másik kérdés, de ott is látjuk már gyakorlatilag a, a kiutat, és hát hoztunk természetesen olyan döntéseket, amit egyelőre az intézményvezetőknek adtunk ki feladatként és utasításként, hogy 15 és fél állás ha jól emlékszem pontosan, ami nem tölthetnek be, csak a képviselőtestület külön engedélyével. Eddig ugye ez másképp működött, az intézményvezetők saját maguk rendelkezhettek ezekkel a, ezekkel az álláshelyekkel, és nagyjából azt látjuk, hogy H30 álláshelyet kell megszüntetnünk, vagy úgy összevonnunk, hogy, hogy ennyivel kevesebb dolgozóval kell mennünk. Hozzáteszem, hogy ez évről évre követjük ezt a metódust, mert természetesen azért mindig előre gondolkodik az ember, és azért számítottunk arra alapvetően, hogy mondjuk az idegenforgalmi adó támogatása előbb-utóbb meg fog szűnni, és ezt a fajta rendszert, ami mondhatnám azt, hogy ma a világon egyedülálló rendszer pozitív értelemben, vagy rendszer volt, hogy ez előbb-utóbb meg fog szűnni, hiszen azért számos turisztikai fejlesztést kaptak a magyarországi települések, városa is. Ö, csak nem adott esetben ilyen durva és hirtelen ö, ö, lépésre számítottunk, vagy, vagy következményekre, hogy ilyen hirtelen jön. És hát még azt sem tudjuk pontosan, Isten igazából, hogy a vírus helyzet hogy fog alakulni, hiszen azért látjuk, hogy most ismét emelkedő benne számok vagyunk. vannak, benne vagyunk, Isten igazából éppen ezért már ugye a Terézanyai Szociális Intézményünknél már meghoztuk azokat a terépéseket ismételten, megelőzve, úgy, ahogy ezt tettük kora a tavasszal is, és szerencsére akkor, akkor túl tudtunk úgy lenni, hogy nem volt még fertőzött, sem volt a az intézményben és gyakorlatilag a városban sem. Tehát erre alapvetően is kalkuláltunk, és mindig is erre törekedtünk, hiszen mondhatnám azt, hogy amikor én polgármesterként átvettem a hivatalt, akkor közel 60 ember dolgozott a hivatalba, most pedig 35 ember dolgozik a hivatalba. De van természetesen egy létszám, ami alá nem tudunk egyszerűen menni, mert lehetetlen. Tehát működni, kell. működni kell, el kell látni a feladatot. Úgyhogy Túl vagyunk ezen az első lépésen, most a következő lépés, ez körülbelül szeptember első hete lesz, amikor a képviselőtestet vérhetően ismételten össze fog ülni ebben a kérdésben biztosan, más kérdésekben is, amikor nevesítjük gyakorlatilag azokat a munkahelyeket, vagy azokat a, azokat a helyeket, ahol, ahol drasztikus, drasztikusabb vagy különböző lépéseket hozunk. Hogy példát mondjak, mondjuk lehetséges, hogy a, a, a mozé az nem a hét minden napján lesz nyitva, hanem csak a hét öt napján lesz nyitva, és lehet, hogy nem napi négy előadással fog működni a mozi, hanem csak kettővel, és a kis teremben nem három előadás lesz, hanem csak egy előadás lesz, vagy egy sem lesz. Vagy például átalakítjuk biztosan a, az Egregyi e, e, Múzeumot, hiszen látjuk, hogy a belépő látogatók, Jegyvásárlók száma az, hogy alakul. Látjuk azt, hogy ott nem érdemes nyitva lenni reggel 8-tól, nem tudom én, délután 6-ig, hanem lehet, hogy csak délután 2-től 6 óráig kell nyitva lenni, ami azt jelenti, hogy akkor ott nem kell 8 órában dolgozni annak a személynek, hanem csak 4-ben. Másik 4-ben dolgozhat adott esetben egy másik intézményben, vagy csak ezt a 4 órás munkát kell meg megtartani. És még mehetnék végig gyakorlatilag, tehát ilyen apróságokból tevődik össze az, hogy, az, hogy hol tudunk spórolni. Vagy mondhatnék olyan példákat, amit ez hozzászoktunk hévíziák, mondjuk az, hogy mindenki a saját portája előtt, háza, lakása előtt lévő zöld felületet eddig a GAMESZ lenyírta, a füvet gyakorlatilag a város szerte, vagy eltakarította a havat, ami alapvetően téli időszakban tehát elvégezte ezeket a feladatokat, ami alapvetően nem a város feladata, hanem azért a lakói. Tehát ahol én is lakom, én is kimegyek, és akkor, amikor az udvaron nyírom a füvet, akkor a házam előtt is lenyírom a füvet, tehát gyakorlatilag a járda vagy az utcak az között, ha van járda, ahol él lakom, ott nincs járda, az utcakasz között elvégzem ezt a feladatot, ami az én feladatom lenne de eddig megengedhettük magunknak, hogy ezt a Gomes munkatársai elvégezzék. Most nem engedhetjük meg magunkat, mert nem lesz rá elég emberünk, nem lesz rá elég forrásunk, ezért az embereknek el kell végezni, és azt a plusz 10 percet, még rá kell szánni arra, hogy akkor eltakarítom a havat, vagy lenyírom a füvet, és ezt nem a város fogja elvégezni, mert nem is a város feladata eredendően Isten igazából, aki ezt nem fogja tudni elvégezni egyik oldalról, mert fizikai és egyéb akadályai vannak ennek a dolognak, az vélhetően megbízhatja a gamest. Vagy bárki más, aki elvégzi neki ezt a feladatot, és ezt kifizeti adott esetben, vagy ha nem csinálja meg, nem végezteti el, akkor pedig jön adott esetben egy úgynevezett kényszerkaszállás, amit megoldok, de ezt viszont ki fogjuk számlázni. Ezek apróságok, és de én azt gondolom, hogy olyan, olyan, olyan ö, ö, dolgokról beszélünk, ami nem megterhelő alapvetően a lakosság számára. Biztos, hogy az eddigi kényelmes helyzetet egy kicsit felborítja, de azt gondolom, hogy arról, amikor beszéltünk, hogy egy közösségi részvétel, egy közösségi, közösségi szempontból kell néznünk a várost, mert mindenkinek fontos az, hogy talpon maradjunk, tudjuk tartani a szintet, és még adott esetben fejlődni is tudjunk, és ehhez kellenek különböző átalakítások, hozzáállásbeli ö, átalakulások a, a fejben. Én azt gondolom, hogy ezek azért nem olyan óriási ö, feladatok, amit ne tudnának a híviziek végrehajtani, a polgármestertől a bármelyik hívizi polgárig. Tehát ezeket a pontokat keressük, ezeket, ö, ezeket ö, mérjük fel, és ezekben hozzuk meg a döntéseket, illetve hoztuk meg az első döntést gyakorlatilag a ezen a testületülésen beletartozik az, hogy az intézményeinkben nem lesz kafétéria fizetve, nem lesznek a teljesítmény alapú jutalmak, mert voltak, akik jól teljesítettek, azoknak jutalmat tudtunk adni, ezek most adott esetben nem adott esetben nem lesznek kifizetve, beérvényes a polgármester a, a, a Bármelyik dolgozóig is, a béreket megpróbáljuk természetesen szinten tartani és versenyképes szinten tartani, de de megszorításokat kell hoznunk, és ezeket fel kell vállalni a testületnek, a polgármesternek, hogy ezeket a döntéseket meghozza, mert egyszerűbb ebbe az irányba elmenni, munka szempontjából nem egyszerűbb, mert persze föl kell vállalni ezt a dolgot de mégis azt gondolom, hogy sokkal jobb, ha mi döntünk a saját munk sorsa felett, mint hogy valakik leülnek egy halom papír fölé, és a mögöttes dolgok ismerete nélkül, hogy minek mi, a követ, mi lehet a következménye, anélkül hoznának meg döntéseket. Volt még egy téma ezen a rendkívüli ülésen, amit megelőzött egy múlt hétvégi sajtó nyilvánosság. Ugye napvilágot látott a múlt héten az, hogy a magyar állam üzletrészt, 90%-ban üzletrészt vásárol a Hévízváros kizárólagos tulajdonában lévő sármelléki repülőtére. Ez aztán adhatok ott félreértésekre, adhatok ott félremagyarázásokra. Ez a tény, én arra kérem polgármester hogy tegye tisztába, mert a látszat minden esetre az, hogy hévizvárosa éveken át küzdött a sármelléki repülőtérért, és akkor most könnyű kézzel Uh, kvázi egy uh, tulajdonos váltásra rábólint. De ez a felületes megítélés. Ezen, a igen, ez egy nagyon felületes megítélés, illetve egy csomó rossz indulatú megítélés van, hiszen olyan uh, uh, különböző médiumokban megjelent uh, hírek uh, láttak napvilágot, amik nem a valóságnak felelnek meg, nagyon egyszerűen mondanám, akkor hazudnak. Hogy ez politikai, vagy bármiféle érdekből teszik, ez az ő dolguk, rájuk A tény, az a következő. A magyar kormány a miniszterelnök ellenjegyzésével, vagy utasítására hozott egy döntést, hogy a, a nemzeti vagyon kezelésért felelős tárcanélküli minisztérium vagy minisztérium, 90 os részt, tulajdon részt kíván vásárolni, illetve fog vásárolni a Hévíz Balaton Airport Kft-ben. A Hévíz Balaton Airport Kft. 100 os tulajdonában van jelen pillanatban Hévízváros önkormányzatának, a tulajdonában van, és ebből vásárolnak ők 90 ot Tehát kapunk egy tulajdonos társat. Tehát nem a repteret vásárolták meg, nem a földterületeket vásárolták meg, nem az önkormányzatot rakták meg, Lehet bármit is mondani, ez a tényszerű dolog. Hiszen a tényszerű dolog, amit mindenki, azt gondolom, aki egy kicsit is odafigyel és hajlandó megérteni vagy felfogni ezt a dolgot, az tudta az eddig is, mert eddig sem volt titok, hogy mi egy olyan KFT-t tulajdonoltunk, az önkormányzat, amely az üzemeltetését végezte a Hévíz Balaton Airport KFT-nek. Tehát nem tulajdonosa volt a reptérnek, hanem üzemeltetője. És ebben az üzemeltető KFT-ben vásárol tulajdonrészt a Nemzeti Vagyonkezelő Társaság, amely ezt a tulajdonrészt tovább fogja adni a Magyar turisztikai Ügynökségnek. Mi ezt örülünk, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt években, azon túl, hogy a repteret életben tartottuk, ezért dolgoztunk, hogy találjunk alapvetően egy, új, egy, olyan tulajdonost, egy olyan erős tulajdonost, aki az elkövetkezendő idők fejlesztéseiben tudja segíteni Hévíz városát, hiszen eddig is a működésben, amihez Hévíz városa minden évben 50 millió forintot adott a költségvetéséből, tehát hangsúlyozom, minden évben 50 millió forint volt, és úgy állt össze a reptér működése, bárki bármit is állít. Ezek a tényadatok és a tényszámok, hogy adott az önkormányzat 50 millió forintot a reptér üzemeltetéséhez, a reptérnél voltak természetesen bevételek, és azén kívül korábban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, most pedig ugye a, a, Innovációs Minisztériumnak, Innovációs és Technológiai Minisztériumnak hívnak, hívják, adott még plusz támogatást a működéshez. Ebből jött ki gyakorlatilag a reptér fenntartása nullára, vagy tudott életben maradni. Most lesz egy olyan tulajdonos társunk az állam ö, személyében, illetve az állam egyik cége a Magyar Turisztikai Ügynösség személyében, akivel én azt gondolom, hogy ahogy eddig is a különböző projektekben a turizmus területének kiválóan tudtunk együtt dolgozni, az elkövetkező időkben is jól fogunk tudni együtt dolgozni, együtt fogjuk fejleszteni a repteret, együtt vélhetően el fogunk tudni indítani menetrendszerű járatokat, egy sokkal erősebb tulajdonosi összetétel van, erősebben tudunk fellépni Bármely piacon legyen az áruszállítás, legyen az személyszállítás, legyen az légitársaságokkal való tárgyalás, és el fog tudni indulni gyakorlatilag azt gondolom, biztosan ilyen módon az a fejlesztés, amiről beszélünk. Egyik oldalról a 6,6 milliárd forintos fejlesztés, ami ugye meg van címkézve ilyen módon a reptérnek, illetve a reptér ezen cégének, a másik oldalról pedig például a Norvég uh, pilótaiskola, amely egy teljesen önerős uh, beruházás, aminek az előkészületei jelen pillanatban is folynak, tervezés és uh, nem sokára a kivitelezés is indul. Úgyhogy ez egy örömteli hír, és ezért is dolgoztunk az elmúlt időszakban, és nagyon örülünk annak, hogy a magyar kormány hozott egy ilyen döntést, hogy Nyugat-Magyarország repterét, a Hévíz-Balaton Airportot ilyen módon együtt tudjuk fejleszteni. Ez ilyen egyszerű, bármit ebbe belemagyarázni, hogy majd ez nem tudom én ki lesz, meg hogy lesz, meg nem tudom micsoda, nem erről szól a dolog, ezek mind spekulációk, hazugságok, ferdítések. Ez a négy vagy öt tényszerű mondat, ami ott szerepel a magyar közlönyben és a magyar kormány döntésében, ezek a tények, erre pedig a képviselő testület ö, egyhangulag támogatásáról biztosította, sőt, felhatalmazta a polgármestert ilyen módon az én személyemet, hogy ennek az ügyletnek, ennek az adásvételnek az előkészítését kezdje el, folytassa le a tárgyalásokat, amiről természetesen a képviselő testület irányába mindig be fogunk számolni, hiszen már itt történt egy vagyon és értékbecslés is. 110 valahány millió forintra értékelték ezt annak a cégnek az értékét, hiszen, ahogy mondtam, egy üzemeltető cégről van szó, amiben gyakorlatilag engedélyek, papírok és egyes kisebb ö, vagyonelemek is tartoznak, de ez az összeg ez azért akkor, mert nem a reptérről, nem a földről beszélünk, nem a hangáról beszélünk, és nem, nem, nem tudom miről, hanem egy cégről beszélünk, amiben gyakorlatilag a fő érték azok az engedélyek és a név, az ez a fő érték. Nem tisztán minősíteni természetesen egy rendkívüli ö, testületi ülés ö, munkáját, ockodnék is tőle, és távol is tartanám magam tőle egyszerűen a, a véleményemet, had fogalmazza fogalmazzam meg, hát ritka tartalmas ülés volt, és nagyon-nagyon fontos dolgokról döntött Jó. nagyjából, ha jól értelmezem a szavait, akkor viszonylag hosszú távra, legalábbis belátható távra Hévízváros működése biztosított lesz, és megoldódott a e, Sármelléki Hévízi repülőtér, a Hévíz Airport hosszú évek óta húzódó helyzete. Jól látom-e? Én igen, így látom, ugyanígy látom ezt a dolgot, optimistán állunk ehhez a dologhoz, akár a reptérügyében és akár a város Ö megmentésében, hogyha a nagy szavakat szeretnék használni, vagy a város továbbfejlesztésében, Én pozitívan látom, én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időkben nem csak a megszorításokról kell gondolkodnunk, hiszen döntöttünk a testületi ülésen például új a pályázat beadásán, ami kerékpárútra vonatkozik, vagy a meglévő pályázatunk, pályázataink, továbblépésével kapcsolatosan is születtek döntések, tehát én azt gondolom, hogy ezeket a fejlesztéseket, amiket szerettünk volna végrehajtani, a a gyógyhely fejlesztése, a piac fejlesztése, és még sorolhatnám, még ezeket szeretnénk továbbvinni. Ehhez azt gondolom, hogy a magyar kormány támogatását meg fogjuk tudni kapni, adott esetben plusz forrásokba és ügyekbe, és a Hévíz Balaton Airport. Tulajdon tulajdonviszonyának átalakulása, a cég tulajdon, üzemeltető cég tulajdonviszonyának átalakulása is, én azt gondolom, hogy egyértelműen egy pozitív fordulat, amire mi számítottunk és szerettük volna, hogy ez így legyen. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy itt volt. Önöknek pedig, kedves nézőink, hadd ígérjem meg, hogy minden olyan történésről, minden olyan döntésről, amely Évízváros életét, jövőjét, stabilitását alapvetően befolyásolja, természetesen be fogunk számolni itt a Évizi Televízióban. Köszönöm a figyelmüket!